Rohanó világunkban aligha találhatunk nyugodtabb, csendesebb helyet a relaxáláshoz, a kikapcsolódáshoz a természetnél. Szerencsésnek mondhatják magukat azok az erdészek, mezőőrök, vadőrök, akik ilyen munkakörben dolgoznak. Pap Mihály, településünk új hivatásos vadásza is közéjük tartozik. A fiatalember nyiradonyi születésű, ott is nevelkedett, már gyerekkora óta erre a hivatásra készül, és iskoláit is tudatosan ez alapján választotta. Csongrádon kezdte, majd később Mátrafüreden folytatta a tanulmányait, utóbbi helyen erdész szakmát is szerzett. Az új vadőr első munkatapasztalatait a nyírség egyik legnagyobb összefüggő erdőjében, a Guti erdészetben szerezte. Itt kerületvezető erdészvadászként dolgozott. Alig pár hete csatlakozott a Deleskei Barátság Vadásztársasághoz. Jól. Keresd tovább, tovább előre, tovább. Én igazából szerencsésnek érzem magam, mert én beleszülettem, tehát nekem jó apám is, illetve nagyapám is a vadászattal, vadgazdálkodással foglalkozott, és nekem úgymond egyszerű, könnyű dolgom volt, mert ez volt a természetes. Tehát kint éltünk szolgálati lakásban, és az volt a prémium az én életemben, hogyha mehettem apámmal az erdőre a vadakat etetni, és vele együtt dolgozni. Úgyhogy nekem ez volt a természetes. Jelenleg három vadőr tartja szemben a deleskei élővilágot, több mint 10 000 hektár területet kell felügyelniük munkájuk során. Alapvetően ugye Deleske térségében ez sík mezőgazdasági terület, erdővel, rétekkel gazdagítva, és az itt élő fő vadfaj ugye az őz, a nyúl és a fácán, de váltóvadként megjelenik a vaddisznó, a gímszarvas és a dámszarvas is. És amivel mi gazdálkodunk, az apró vad, a nyúl és a fácán, illetve természetesen az őz. A vadőrnek az életéhez hozzátartozik a koránkelés, tehát nekünk a hajnal és a délután úgymond a mi napszakunk, mert ugye akkor van a legnagyobb vadmozgás, és akkor látunk a legtöbbet a területből, ugye a vad napközben elhúzódik árnyékos búvóhelyre. Elég nagy területet járunk be, és hát a vadvédelmében nagyon sok és szerte ágazó a mi területünk. Egy, ami biztos, hogy a természettel együtt élünk. Mindenkinek megvan a saját maga feladata. Nagyon fontos a téli vadetetés, tavasszal például hozzátartozik, és nagyon fontos, hogy a kaszálások előtt a kutyával feljárjuk a területet és a benne elfekvő őzgidát, fiatal nyúlfit, fácán fészekaljakat kihajtsuk, mielőtt jön a fükasza, és esetleg elkaszálná a benne elbúvó kis apró vadat. Úgyhogy a vad megfigyelése, a vadföldek művelése természetesen hozzátartozik a vadáztatás is, és a napi területbejárás. Tehát a vad megfigyelése, óvása, védése. Misi elmondta, a vadállomány megfigyelése többféle módon zajlik, a vadőröknek pedig tökéletesen ismerni kell a területüket, hogy szemmel tudják tartani a deleskei élővilágot. Magaslesről is, illetve terepjáróból, és mivel nagy területeket beláthatunk, ezért a mi eszközünk ugye a távcső és a nagy látószögű spektív. Úgyhogy ez már 30-szoros nagyítás, úgyhogy akár egy ilyen 1,5 kilométerre is belátható ez a terület, illetve az optika segítségével ugye a vad is. A vadőrök munkájához hozzátartozik a gazdákkal és a mezőrökkel való szoros kapcsolattartás, azért, hogy a mezőgazdaságban termesztett növényekre és az élővilágra kártékony állatok létszámát kordában tartsák. A nyúl az, ami jelentősebb kárt okoz, ugye a kikeletkor, a kukorizés inkább a napraforgóra jellemző ez. És ilyenkor vadriasztószerrel, riasztólövésekkel, illetve a mezőrök segítségével szoktuk ezt felügyelni. És a gazdákkal jó kapcsolatot ápolunk. Igyekszünk ugye ezt az átmenetet, amíg túl nem nő, úgy nevezik a vad száján, addig ezt koordinálni. Nagy mennyiségű rókacsapdákat vásároltunk, és egy kicsit szeretném is felhívni a lakosok figyelmét arra vonatkozóan, hogy ezek a csapdák, ezek el vannak ásva a földben, el vannak rejtve csalifalattal,
és igazából nem kell megijedni, mert húzásra indul el, tehát gyakorlatilag bárki ráléphet, nem történik semmi, de ha valaki belerúg, vagy piszkálja a lábával, vagy esetleg meghúzza, akkor ez a csapda ez összezár, és jobb ezt elkerülni. Úgyhogy sok ilyen csapdánk van, ez a róka, a borz, illetve megjelent a területünkön az aranysakál, és ugye ennek a gyérítésében segédeszköz ez nekünk. Itt vagyunk egy tájvédelmi körzet területén. Ezt a területrészt úgy hívják, hogy nyomás. Ugye nagyon fontos egy vadászterületnek a élőhely szempontjából a víz. Ugye mondjuk is, hogy ahol a víz, ott az élet. És most kötöttünk együttműködést a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, a rendőrséggel, a Derecske és Tépe önkormányzatával, polgárőrségeivel, illetve mezőőrségével egy olyan együttműködési megállapodást, amelyben a illetéktelen szemétlerakók, a természet és környezetkárosítók, illetve az orvadászok megelőzése lenne a cél. És több szakhatósági, gyakorlatilag nagyobb hatást tudunk gyakorolni ezekre a dolgokra. Tehát ezt a táblát, ezt a vadásztársaság készítette, és ezek lesznek kihelyezve útkereszteződésekhez, lehajtókhoz, olyan csomópontokhoz, ahol ami forgalmas, és gyakorlatilag ez arról a szervezett együttműködésről szól, amit már korábban megemlítettem. Itt ki van jelölve a láthatóan a telefonszám, a csapdázásról való figyelmeztetés, természetesen ugyanitt a elérhetőséggel, ugye a róka immunizálásáról szóló értesítés, ennek most lejárt ebben az évben a időtartalma, úgyhogy ezt majd a aktuális esetben kihelyezzük, és ugye itt vannak az együttműködő szervek, akikkel együttműködés köttetett. Misének nagy segítséget jelent a vadak felderítése, elejtése során hűtása, a 3 éves német vizsla, Zikó is. Persze a hivatásos vadász már elképzelhetetlen fegyver nélkül. A vadőr bemutatta a stábunknak is a munkája során használt eszközöket. Ez a tárcsöves. Ez egy kis kaliberű golyós fegyver egyébként. Ez pont az a célt szolgálja, hogy a területen a ragadozókat ezzel ejtjük el. Ugye ezt inkább a szörmés ragadozóra jellemző, illetve ugye van a sörétes lőfegyver, ami pedig a szárnyasra lett kifejlesztve. És ugye akkor van még a keresőtávcsövünk, amit használunk. Ez egy 8-szoros nagyítású keresőtávcső, ebben is egészen jól lehet bírálni, illetve van egy spektív, ugye ennek van az a komolyabb 30-szoros nagyítása. A vadőr munkája során sok állattal találkozott már, megkértük, hogy idézze fel egyik történetét, merre szívesen gondol vissza. Sok ilyen van természetesen, és a vadászok erről naphosszat tudnak beszélni. Igazából olyan eset jutott most eszemben, amikor vadat, őzbakot sikerült kiszabadítanom a villanypásztorból, és visszaadni neki az életet és a szabadságot. És elugrott ez a vad, elment egy 200 métert, és megállt, és visszanézett, és ott volt egy olyan érzés, hogy egy olyan hála érzés, hogy ezzel is többet tettem a vadállományért. Misi hozzátette, hogy ugyan sok munkával jár ez a hivatás, azonban azt az érzést, mikor belép egy élettel teli erdőbe, semmi máshoz nem tudja hasonlítani. Friss levegő, csend, béke és nyugalom veszi körül az embert. Hallani az izgő mozgó állatvilágot, ahogy zajlik az élet a természetben.
A vadőr szerint talán ez a legszebb ebben a hivatásban. További jó munkát és jó egészséget kívánunk Pap Mihálynak, településünk új vadőrének.